A világ valódi urai, a Rothschild család a csúcsra ért. Lenin Wall Street-i mecénásai, Kibergeddon, közeledik a nap, amikor megállhat az egész világ. E.T. az utcán, bármikor összetalálkozhatunk velük. Okok és okozatok, átláthatatlan káosza. A 12 tanítvány, az apostolok titkos küldetése. Csillagjósok a hatalom szolgálatában, vezetők, akik nem tudtak meglenni asztrológia nélkül. A teremtés mátrixa, a digitális öröklét ígérete. Egy ősi magyar emlék, a szíriai Árpád városa. Mindenről és még sok más izgalmas, érdekes dologról olvashatnak a Hihetetlen magazin 2022. januári számában. Kapható az újságárusoknál. A műsor együttműködő partnere a Hihetetlen magazin. Köszöntöm a nézőket Szűcs Robert nevében is. Üdvözlöm Önöket. Dombóvári Gábor vagyok. Kérem tisztelettel, a mai műsorban a csodákról, és arról beszélünk, hogy vannak-e csodatévők, egyáltalán mi az, hogy csoda, ezt meg fogjuk beszélni mindenféleképpen, és kisvártatva, hogyha sikerül a térugrás, akkor ismét itt lesz a stúdióban Erős Dia, ahogy a múltkor megígértük. Szóval, mielőtt még Robi mondanál ezügyben két mondatot, én már is mutatom a nyereményt, a magyarság 20 000 éves története. A harmadik rész és a fél éves előfizetés a Hihetetlen magazin, míg a globális háttérhatalom áldozatai vagyunk, mennyei utitársak, istenek eledele, ez már a januári szám, és a Hihetetlen fél éves előfizetését lehet megnyerni. Szóval egy kicsit azért ne csodálkozzanak azon, hogyha én csodaváróan azt kérdezem Robitól, hogy milyen csodákról lesz itt szó? Vagy mi csoda a csoda? Hát a csoda, ha egy tudományos szakembert megkérdezel arról, hogy mi is az a csoda, akkor a kevés számú haja is égnek áll, és azt mondja, hogy ez ostobaság. Na de miért? Hát azért, mert hogy a tudomány azt állítja, hogy a világegyetem homogén szerkezetű, és akármilyen távol megyünk el a Földtől, tehát akár ameddig a Hubble űrteleszkóp ellát mondjuk 12 milliárd fényévi távolságban, ott is ugyanolyanok a fizikai szabályai. Ez valószínűleg egyébként nem így van, nem, de sebben nem menjünk bele. Várjál. Na, tehát miután úgy gondolják, hogy univerzális szinten, tehát ebben az egész világegyetemben, azonos szabályok uralkodnak, mind itt a Földön, illetve a Föld körüli térségben, tehát úgy gondolják, hogy tudományos alapon mi mindent be tudunk bizonyítani, mindennek tudjuk az okát. Tehát tudjuk, hogyha földobunk egy tárgyat, akkor az le fog esni, és ennek megvan a maga törvényszerűsége, hogy ez miért és milyen törvény írja ezt le. És a levegőben marad a kocsoda. Igen. Na így van. Na most ilyenkor felmerül az, hogy a tudomány álláspontja szerint is van-e lehetőség arra, hogy ez a bizonyos labda ott maradjon. Erre azt mondják, hogy igen, csak ennek olyan pici az eszélye egy az 1000 kvintillió milliárdszor akármicsodához, de lehetséges. Tehát egy lehetséges magyarázatként valóban ott maradhat. És akkor azért mérgelődnek, mert jön a másik oldal, máskor ott van az egyház, igen, és itt most a katolikus egyházról van szó elsősorban, ahogy valamit csodának nyilvánít, és ez a csoda nyilvánítás igazából azt jelenti, hogy Istennek azt mondják, hogy Istennek lehetőségem van arra, figyelj, ez zseniálisan, hogy lehet a hitet és a tudományt ötvözni, Istennek lehetősége van arra, hogy bizonyos körülmények között megszüntesse a természeti törvényeket, tehát azokat a fizikai törvényeket, és nagyon jól mondtad, abban a pillanatban, hogy te azt akarod, hogy maradjon fönn az a labda, akkor földobod, és Isten képes megszüntetni ott, tehát a gravitációt, és az ott fog maradni, de ez bármilyen más dologra. Tehát ezért van igazából ez a bizonyos úgymond ellentmondás, mert a tudósok ockolnak attól, hogy azt pedig mondani, hogy létezik bármifajta olyan erő, amely felül tudja írni a természetnek a törvényeit. Azokat, hogyha vannak csodás gyógyulások hagyományos értelemben, igen, a csodás események, azt nem tekintik annak, hanem azt mondják, hogy valóban itt ebben a helyzetben egy olyan esemény következett be, aminek egy a 100 millióhoz az esély, hogy bekövetkezhet, de ez volt a 100 milliómodik, és mégis megtörtént. Tehát olyan elképesztő ezek a véletlenek, meg ilyenek. Ellentétben a másik oldalon, a hit oldalán, pedig a vallásban pedig
léteznek a csodák, aminek gyakorlatilag ez, igen, az alapja, és ők, őnekik van egy metódusuk, ezt majd a műsorban majd kifejtjük, illetve lesz egy bejelentés, és amiben elmondják, hogy na miképpen is kell megvizsgálni egy dolgot, és mi lehet az az esemény, miért nevezhetjük csodának, mi az, amit mi csodának nevezhetünk, és ez egy nagyon hosszú folyamat, az igen, egy záromadat, akkor 30-40 évig, vagy 50 évig is eltarthat. A hitelesítés. A hitelesítés, és amikor az egyház egyértelműen azt mondja, hogy na igen, ez a bizonyos dolog, ez sajnos sovány vigasz, mert lehet, hogy az illető sokkal jobban örült volna akkor, hogy, mert ez általában már nem az ő saját életében, ja, igen, van, mert a halála után van, sokkal jobban örült volna, de ez hosszú viták előzik meg, és mint az előző adásban elmondtuk, hogy azért itt is vannak olyan finoman szólva politikai alkudozások. Igen, hát akkor, ha egyetértesz, akkor... Megint egy csinálják egy csodát? Hát, hát neked olyan gyakorlatod van, hát, ember, légy olyan kedves hát, ezt. Ne a... csak várják a csodát a kedves nézők, ők, hanem jöjjön a csoda térúrás segítségével. Dia. Köszönjük, Dia, hogy ide reppentél. Én köszönöm, hogy meghívtatok, és szeretettel köszöntöm a nézőket. És azt mondd meg, hogy itt az űrrepülések során figyelted, amiről eddig beszéltünk? Igen, abszolút. Igen, mert hát azokban a tartományokban ugye a gondolatok is szárnyalnak. Látod? Ugye, hát így van. Na most, amikor mi beszélgetünk, nagyon sok mindenről, és beszélgettünk a korábbi adásokban régebben is, nagyon sok mindenről, de az nem emlékszem arra, hogy mi csodákról ejtettünk volna szót, vagy sem, de szerintem neked, mint, nem. Ugye nem, de nem, neked, mint nem kutatónak a csodákról, és itt a Robi már elkezdte mondani, hogy csodás gyógyulások, mit tart az egyházannak, mit hitelesítenek, mit sem, de azért gondolom kutatásaid során te is találkoztál hasonló dolgokkal. Igen, egyértelműen, tehát, és nem csak a könyvvallásokban, tehát a csodás események minden mitológiában hát végül is a történetek központi elemét képviselik. Általában mindig akkor jelennek meg szokatlan, rendkívüli csodás események, amikor valamilyen istenség vagy isteni energia megjelenik a mi halandó világunkban. Tehát végül is, így a vallástörténetben kicsit ez is a definíciója a csodának, hogy csoda akkor szokott történni, hogyha egy isteni lény vagy energia, egyáltalán az isteni principium, a természet fölötti, megjelenik a természeti síkon, és érzékelhetővé válik. Na most, hát a csodák kapcsán itt mindenképpen az a legizgalmasabb kérdés, hogy mi van e mögött? Lehet-e bármilyen racionális alapja? Ugye hát az 1700-as évektől kezdve van ez a materialista hegemónia itt a nyugati világban, a tudományban, és éppen ezért nekünk ez már ilyen természetessé vált, hogy a tudósok a csodával, mint olyannal nem foglalkoznak, ezt egy tudományon kívüli kategóriának tekintik, és úgy veszik, hogy ez kizárólag a vallás kategóriájába tartozik, tehát ez hit kérdése, ezzel a tudománynak nincsen dolga, illetve mereven elutasítja általában még a lehetőségét is. Hát na most végülis ezt a mereválláspontot kezdte ki a kvantumfizika, és egyáltalán a 20. századi modern fizika, mert pontosan a 20. századi modern fizikának, nem akarok itt nagyon belekontárkodni, mert nem vagyok fizikus nyilván, de annyit én is felfogok belőle, hogy az a legnagyobb vívmánya a 20. századi modern fizikának, hogy rádöbbentek, hogy az, hogy mostanáig mi azt hittük, hogy a mi természeti törvényeink egyetemes érvényűek, és kötelező érvényűek, logikusan végbe mennek, tehát hogyha egy tárgyat, mondjuk egy almát elengedek, akkor biztosan a föld felé, igen, fog esni, vagy pedig a háromszög szögeinek összege mindig és mindenhol 180 fok lesz. Na most pontosan a kvantumfizika döntötte meg ezt, és ráébredt arra, hogy lehetnek kivételek bizonyos körülmények között a háromszög szögeinek összege nem 180 fok, és bizonyos körülmények között a gravitáció nem érvényes, sőt, bizonyos körülmények között most már bizonyítottnak tekintik, hogy például nagyon nagy tömeg, nagyon nagy energia fellépése hatására görbülhet a tér és az idő, tehát kiderül, hogy az idő se feltétlenül egyenes vonalban halad. Na most, ha ez a tendencia a fizikában megy tovább, akkor az lesz a végállomás, hogy rá fognak jönni a tudósok, hogy ez ugyanaz, amit az ősi hagyományok is tudtak, megfogalmaztak, csak ők nem kivételeknek hívták ezeket a jelenségeket, hanem csodáknak. Ez a csoda. Tehát nem kellene, hogy ellentmondásba kerüljön itt a vallás és a tudomány, vagy a hit
és a józan tudás. Én nekem egyébként is ez a veszőparipám, merőben szubjektív dolgot mondok, én hívő ember vagyok, de teljesen egyértelműnek tartom, hogy nem kell, hogy bennem ez egy paradoxont okozzon, hogy most hit vagy tudás. Hit és tudás. Tudás a hit szolgálatában. A kettő egy is. Ahogy elmondtad nagyon sokszor más műsorokban, hogy itt nem arról van szó, mint itt Európában vagy a világnak ezen a részén, hogy ezt a kettőt mereven elkülönítjük egymástól, hanem a keleti vallásokban és a világ másik táján természetesnek veszik, hogy ilyen is van, olyan is van, sőt, néha ötvözik is. Igen, ezt néhány műsorban már mondtam is, hogy ez csak itt nyugaton alakult ki, ez a lövészárok, a racionális tudomány, illetve a vallás között. Igen. Tehát akár az ókori világban, vagy a klasszikus kultúrában, akár pedig a keleti civilizációban a kettő megfér egymással, sőt kiegészíti egymást. Nagyon jó volt, hogy egy isteni principum van, amikor megjelenik ebben a valóságban, hogy ez például úgy néz ki a mi világunkban, amiben már eleve feltételezik, és ez is egy nagyon fontos dolog, hogy nem csupán csak ez a három térdimenzió létezik. A matematikusok ilyen laza könnyedséggel számolnak, ilyen 5-10, 15, igen, meg 17 dimenziós terektel, amivel már elmondtuk, hogy ráhozzák a frászt a fizikusokra, mert egy 4 dimenziós teret sem tudunk igazából elképzelni. De, amit a Dia mondott, ha egy 2 dimenziós térben nagyon gyors leszek egy papír, ha azon én átnyomok egy 3 dimenziós tárgyat, egy 2 dimenziós lénynek, hogyha létezne, akkor ez egy kör alakban nyilvánul meg. Azt mondják, akik a gömbvillámokkal foglalkoznak, igen, hogy a 4. térdimenziónak a megnyilvánulásai a 3. térdimenzió, hogy ott egy másfajta test jön át ide, de mi a mi 3 térdimenziókban ezt már egy gömbnek érzékeljük. Tehát rengeteg ilyen jelenség van, hogy megjelenhetnek ilyen dolgok, és ezek egyébként ellent mondanak a fizikai szabályainak, és ezért nem szeretnek a fizikusok például a gömbvillámmal foglalkozni, mert egy ekkora kis gömbvillámba olyan elképesztő, olyan kolumbmennyiségű töltés van, ami egyszerűen fizikailag nem lehet ott, és semmi sem indokolja, hogy mi tartja ott egyben. Tehát ez a mi, a tudományos értelemben ez csodának kéne nevezni, mert a mi fizikai ismereteink szerint nem történhet meg. Igen, igen. És számos ilyen dolog van, és akkor jönnek valóban azok a dolgok, hogy a fizika elkezd megtapasztalni olyan dolgokat, ennek egy része lehet, hogy nem is itt lesz egyébként a Földön, hanem itt a kozmikus térségben, de rengeteg ilyen anomáliával találkoznak, és nem tudnak vele egyelőre mit kezdeni, mert semmifajta olyan tudományos tétel nincs, amit ezt le tudná írni. Hát igen, itt vagyunk szilveszter után az új évben, úgyhogy ilyenkor sok mindent lehet kívánni. Most ha engem kérdezne valaki, egy pohár pezsgőt, de én mondjuk azt kívánnám, hogy akkor itt elmegyünk a fantázia világába, és lehet, hogy tudnánk, vagy valamiféleképpen létrejöhetne egy olyan csoda, hogy ide ültetnénk, mert itt van egy helye, Albert Einsteint, és akkor megkérdeznék az ő véleményét arról, hogy mit szól ahhoz, hogy amit ő mondott, már az se biztos, hogy új van. Nem? Igen. Azt mondani, hogy köszöntöm önöket, értetes tudjai, vagy ismer bennünket? Hát hogy ne? A másik oldalon a legnézettem műsorok. Biztos, bocsánat ezért a kis félelmet. Már ő is tisztában volt a multiverzummal, igen, és hogyha itt belegondolok, itt épp a csodák kapcsán, hát itt van a multiverzum. Akár Einsteinnél már ez megjelenik, de hát a mostani kutatásokban is egyre több bizonyíték támasztja ezt alá, hogy ugye több párhuzamos valóság, több párhuzamos létszféra, sík, univerzum, végtelen számú világmindenség univerzum keletkezhetett, és ezek egymás mellett, egymásra rétegződve létezhetnek. Na most, hogyha, hát ugye ezek a bizonyos különböző világok esetleg összeérnek, találkoznak, a találkozás pontján mindenféle anomália történik. Miért ne lehetnének ezek azok, amiket az emberek csodaként érzékelnek? Pontosan. Na akkor menjünk vissza egy kicsit, és ez nem csoda, a kiinduló ponthoz, tehát ahhoz, hogy tulajdonképpen ezeket az egyház által vagy mások által csodának nevezett dolgokat hogyan lehet egyáltalán hitelesíteni. Hát most két dolog jut eszembe, illetve három, szóval csodás gyógyulásokról van szó. Vajon mit szólnak ehhez az orvosok? A csodát, a csodás gyógyulást hitelesítették, és azon kívül 50 év. Várjál, mondom, ez a többit mondja, de én csak az orvosokat mondom. Az orvosok azt szokták mondani, hogy vannak betegségek, amelyekből nagyon súlyos, nagyon komoly betegségek, ami nagyon-nagyon-nagyon kis számú, igen, ember spontán is fel tud gyógyulni.
Tehát, de most nagyon súlyos, daganatos betegségekről van szó, és pont tehát én tudok mondani egy olyat, hogy az én nekem 2 évvel ezelőtt a kedvenc szívemcsüske kutyusomnak volt egy ilyen daganatos betegsége, és túlélte a daganatot utána, amit 10 hónapon csak keresztül, saját és utána saját magától egy egyszerű, nem tudom, valami kis gyógyszer szedett, és végig is a szegénykét a szíve vitte el. De azt mondta, az állatos azt mondta, hogy minden 10 000-ből van egy ilyen. Okay. Ő az volt. Tehát a tudomány ezt azonnal megpróbálja kivédeni, most konkrétan az orvostudományon, és azt mondják, hogy igen, lehetséges minden ilyen esetben bizonyos fajta spontán gyógyulás, és akkor ezt kéne valamiképpen összeötvözni, aha, hogy na ez most valóban csoda, vagy mennyiben számít csodának, vagy valóban egyszerűen egy természetes jelenség, mert x számú esetben mondtam, hogy játszanak a valószínűségekkel, hogy 1 a 100 000-hez, hogy te túléld ezt az egészet, de éppen te vagy az egyetlen 100 000-ből az egy, 100 000-ed, 100 000-ed esélyed volt, tehát te mégis túlélted, és mondjuk nyom nélkül eltűnik. Tehát volt olyan beteg, aki nyom nélkül, tehát úgy tűnt el, hogy nyomás sem találták meg a problémát. Na most nem akarok itt szilveszter után elviccelni semmit, mert viccelődtünk eleget mondjuk szilveszter éjszaka, hát lehet, hogy hívő volt a kutyád, és ezt most azért mondom, mert és már diához fordulok. Szóval azt viszont még az orvosok is elismerik, hogy sokszor maga a hit, és a nem adom fel, és a gyógyulásban való hit többet érhet bizonyos esetekben, ahogy szokták mondani, mint maga az orvosság. Hit csodákra képes. Ez tény, ezt ma már végre kezdi az orvostudomány is elismerni. A placebo, illetve a nocebo hatást már a 70-es években vizsgálták. Egy darabig a szokásos szkepszissel, hogy ilyen biztosan nincs, de már ez hál' Istennek megdőlt, és ugye ma már szinte köztudott, már ez a szó is, hogy placebo, ez ugye eléggé közismert lett, hogy gyakorlatilag egy betegség esetén a beteg tudatállapota, hozzáállása, optimizmusa vagy pesszimizmusa. Igen. Tehát egyáltalán a beteg tudatállapota, hogy ő ezt végig milyen viselkedéssel, mentalitással dolgozza fel, döntő. Ez nagyon igaz. Tehát végül is erre alapoz, vagy erre alapul az olyan módszerek többsége, mint mondjuk az agykontroll, vagy bármi más. Tehát ezt a jelenséget, hogy az emberi testet nem pusztán biokémiai folyamatok határozzák meg, hanem ezekbe a biokémiai folyamatokba bele van ágyazva az elme, a tudat, és a psziché meg a test, azt nem lehet így külön vizsgálni. A psziché irányítja a testet, a test visszahat a lélekre. Tehát a mai orvostudomány viszont ezt a kapcsolatot, hogy a tudat hogyan hat a sejtekre, a DNS-re, a gyógyulási folyamatokra, még nem ismeri. Tehát ez csak most pedzik, kezdik, kapvizsgálják. Hát éppen az elmúlt években terjedt el egy olyan hír, hogy például rádöbbentek arra, hogy nem csak, hogy a sejtek mélyén van egy állandó regenerálódási képesség, egy öngyógyítási folyamat, hanem az is kiderült, hogy a DNS-t tudat, gondolatenergia segítségével módosítani lehet. Meg befolyásolni lehet. Írni, befolyásolni lehet. Programozni lehet. Bizony. Tehát valójában kiderül, hogy az anyag, már pedig a testünk anyag, programozható a szellem, tehát a tudat által. Valószínűnek tartják, hogy az ilyen hit általi csodálatos gyógyulás, akár halálosnak mondott betegségekből is, ez alapján működik. A beteg tudata olyan szintű energiákat, rezgéseket küld az ő testébe, hogy az anyag szerkezetét képes módosítani ez a pozitív irányú rezgés, energia. Kiderül, hogy a sejtek között egy állandó kommunikáció megy, fény és rezgés. És rezgés. Után a sejtjeink beszélgetnek egymással, adatcsere zajlik, kommunikáció, de az átvivő, amin kommunikálnak, rezgés, és kiderült, hogy olyan, mint a foton. Fénnyel beszélgetnek a sejtjeink, ahogy az is kiderült, hogy a gondolataink is rezgések, frekvenciák. Én nagyon remélem, hogy a kedves nézők jó része emlékszik még arra, talán egy olyan 1/2 évvel ezelőtt a Nagykörú című műsorban, nem is egyszer vendégünk volt, orosz kutató, aki még most nem, ez egy más műsor témája, de hozzáteszem, erről beszélgettünk nagyjából, és még azt is mondta,
hogy még technikák is vannak arra, hogy hogyan lehet befolyásolni így gondolatilag, és emlékszem, ő mondta azt, hogy nem új dolog ez, hát régen is hallottunk olyanról, hogy önszuggesztió, csak ezt manapság elviccelik azzal, hogy persze, mert nekem jó, meg nekem minden jó, meg pozitív gondolkodás, csak nem ennyire felszínes ez a dolog, hanem sokkal mélyebb. Ezt az orosz kutató nagyon jól elmondta. A könyvet is írt, megjelent nem tudom hány nyelven. Nagyon igaza van abban az orosz kutatónak, hogy ez a vulgár ezotéria, ami ma egy kicsit ilyen divat lett, vagy trend lett, lejáratja ezt a dolgot, pedig emögött az ókor óta ismert tények vannak. Mióta a világban, Hippokratész idejében tudták az orvosok, hogy ha a beteg hisz a gyógyulásban, sokkal nagyobb az esélye a gyógyulásra. Igen. Ha a beteg lemond önmagáról, akkor sokkal nagyobb az esélye, hogy nem fog tudni meggyógyulni. Igen, egy kortyvizet, ha kölyöksz. Nem tudom. Igen. Allergia. Allergia. Másnaposság, szilveszter után. Hát igen, szilveszter. Nem, jó. Igen, allergia, tudunk rá egy gyógymódokat esetleg. Valami csodagyógyulás. Igen, valami csoda kellene most, szerintem Robi torokcsakráját kellene valami igen. Erősíteni. Na, valami. Na de mi csak a placebo hatással tudunk operálni most. Nem lenne az igazi hiteles? Most azt kellene, igen. Hogy kellene valami. És elkezdenél énekelni. Tényleg valami, nem tudom, hogy miért, nem ettem ma még semmit, és hihetetlen módon irritálja a torkomat. Uh-huh. És ez ilyen köhögés, és nem is tudom, szerintem már hónapok óta nem köhögtem, és pont most így kezdődik az új év. Na látom, ez milyen igen, negatív jelekkel. De akkor most, hogy ne legyen. Lehet tenni valamit ellen. Reméljük, hogy azért ettől függően ez egy jó év lesz. Jó, hát persze, jó év. Söktől leesem a székről. Nem akarunk ebben a műsorban termék megjelenítést, úgyhogy majd utána adunk csak tanácsokat diával. Na szóval ne feledd, szabadot tartottunk, és körülbelül a gondolat vége is volt, hogy ez már Hippokratész is megmondta. Igen, tehát hogy ezt a jelenséget mindig is ismerték, és az is végülis valahol szerintem természetes, hogy például mindig is ismert volt az a jelenség, hogy és még ilyen leírásokban vagy regényekben szerepel, hogy valaki bánatában meghalt. Uh-huh. Hogy lehet bánattól meghalni? Márpedig erre az életből, a való életből millió bizonyíték van, a kutya utána hal a gazdájának, így a van. Szerelmes a másik a párjának, a feleség férjének, stb. Ez egy közismert. Például az, hogy bizonyos súlyos betegségek gyászoló személyeknél gyakrabban jelennek uh-huh. meg. Nagyon sok orvostudományban közismert, hogy válás után például, vagy ne adj Isten megerőszakolt nők esetén, igen. A nőgyógyászati rák típusok sokkal gyakoribbak. Uh-huh. Gyermeküket elvesztett szülők esetében, a halálozási statisztikák megugranak. Uh-huh. Tehát minthogyha tényleg ez is azt bizonyítaná, hogy az, hogy én hogyan gondolkodom, boldog vagyok-e, vagy szomorú, igen. Meg akarok-e halni, vagy élni akarok, ezzel én azt, hogy meg fogok-e halni, vagy meg fogok gyógyulni, befolyásolom. Egyetlen egy példát, mert időnként tényleg csak egy felmondat erejéig, mert miért ne hivatkozhatnék korábbi hatos csatorna műsorokra. Volt itt nekünk olyan sorozatunk, ahol tényleg kezelt rá betegekkel forgattunk, de az orvosok is bebizonyították, hogy a gyógyulás vagy az állapot stagnálása sokkal inkább bekövetkezett azoknál, akik talán emlékeznek rá, volt olyan, hogy hastáncos klubot alakítottak, és táncoltak, énekeltek együtt nem betegekkel, és megugrott a pozitív, tehát a jó irányba való gyógyulás ez esélye. Ez még PTNR betegségek, például egy nátha van, egy egyszerű fájdalom esetében, és annyira igaz, hogy a döntő, ezt például teljesen magamon is megfigyeltem, a betegségtudat. Ha igen. Én érzek magam, hogy tudom, én megfáztam egy kicsit, és hazamegyek, jaj, pihenek, te mint a férfiak szokták, vagyok. Mert ők tudnak nagyon betegek lenni. Ezzel mit csinál az ember? Beprogramozom, mit mond a tudat? Beteg vagyok. Csak hogy az anyag azonnal engedelmeskedik a tudatnak, és ilyenkor a baktériumok vagy a kórokozók gőzerővel elkezdenek szaporodni. Míg ha azt mondom, ugyan már kutyabajom, folytatom a munkámat, semmi baj, ez nem számít. Azt mondják, ilyenkor a egy tudat azt mondja, nem számít. Oké, okay. Akkor parancsba van adva, és bepörög az immunrendszer. Nem egy másik. Fontos. Régebbi műsorban elmondtuk, hogy nem, ugyanezt a témának egy másik oldalát, amit elmondtunk egy régebbi műsorunkban, igen. Hogy például, amikor valakit hipnotizálnak, és elmondtuk azt a teátres példát, hogy ide nyom egy hideg tárgyat, és így is sebb fog keletkezni, mert igen. Azt mondja neked, hogy egy forró tárgyat, tehát magyarán a tudatod elhitte azt, továbbította ide, és azt mondta igen. Itt, tényleg azt kommunikálta itt a
sejtjeidnek, és ott lesz egy valós, hónapokig gyógyuló égési sem lesz rajta. Na, tehát a tudattal tényleg el lehet ennyi fajta dolgot elérni, vagy gondoljunk egyszerűen csak egy fakírra, aki korlátozni tudja a szívműködését, és el tudja érni, hogy mondjuk csak percenként egyet dobban a szíve, de attól függetlenül ebbe az állapotban is életben tud maradni. Jó, ezt jó. Minden 100 milliomodik ember tudja megcsinálni, vagy 500 milliomodik, de akkor is van, és akkor így jön a tudománynak a nagy kérdés, ez mi? Igen, csoda? És mekkora bizonyíték, hogy nem pusztán anyag a világ. Tehát én rájöttem, hogy a tudósok ezt azért állnak ezzel annyira szemben, mert végül is ezek a jelenségek, pedig ezek tények, de mit cáfolnak? Hát a materializmust. Igen, és már nem megyünk el most már a parafenomének világába, mert hát nézd, hinni lehet, vagy nem lehet hinni, de hát az is bebizonyosodott, hogy gondolattal odébb tud vinni valamit. De hát ez összefügg ez a két dolog, ez a csoda, mert ez most az egyik oldalról valaki ezt csodának tekinti. Egy pillanat csak a múltkori adásban, az előző adásban nagyon sok szó esett arról, hogy Jézus Krisztus kereszthalál volt-e, volt felesége, nem volt felesége, de hát tulajdonképpen sok mindenben nem értenek egyet az evangéliumok, most Mátétól nem kezdjük el sorolni, de egyben állítólag egyetértenek abban, hogy tulajdonképpen Krisztus halála az milyen volt. Na most, és azért hoztam egy kicsit ilyen nagy kanyarral ide a dolgot, mert itt van a torinói lepel, ami évtizedek óta titkok tárgya, és akkor most mindjárt nézzük meg a következő összeállításban, hogy vajon a torinói lepel leplez-e valamit ezek közül. A keresztény hívők, a kutatók és a történészek gyakran nem értenek egyet a vallási kérdésekben. Vannak azonban dolgok, amit a legtöbbjük elismer. Létezett egy Jézus, egy karizmatikus prédikátor az első század környékén Júdeában, akiről azt terjedte, hogy Isten fia. Abban is megegyeznek, hogy keresztre feszítették. A legrészletesebb elbeszéléseket azonban nem a történészek írták. Máté, Márk, Lukács és János evangéliumai mindössze néhány évtizeddel Jézus halála után íródtak. Néhány részletben ellent is mondanak egymásnak. Egyetlen dologban azonban nem. Mindannyiuk szerint Jézust keresztre feszítették, meghalt és eltemették. Három nappal később pedig sírját üresen találták. Mi történhetett a testtel? A keresztények szerint feltámadt és a mennybe ment. Mind a négy tanítvány említi a halotti leplet is, ami hátra maradt. Arról azonban nem írnak, hogy mi történt vele. Hogy ez az a vászon darab. 4,3 méter hosszú és majdnem 1 méter széles. Halszálka szövéssel készített vászon. Égési nyomok, vízfoltok, foltozások és lyukak találhatók rajta. És igen régi. A leglenyűgözőbb azonban a rajta lévő ábra. Olyannyira halvány, hogy szinte eltűnni látszik, ahogy közeledünk felé. Távolról nézve egy férfi szellemszerű körvonala vehető ki, aki előről is, hátulról is látható. Úgy tűnik, a férfit megverték, leszúrták és keresztre feszítették. A vászon a torinói halotti lepel, amiről néhányan azt hiszik, hogy Jézus halotti leple. Secundo Pia, olasz fotográfus, 1898-ban elkészítette az első fotográfiákat a lepelről. Ahogy a negatívot kiemelte a gépből, látta, hogy a képen felcserélődtek a világos és a sötét részek. Hátborzongató módon úgy tűnt, mintha az ábra egy fénykép lenne, amit egy negatívból készítettek. De hogyan lehetséges ez? Még a legszkeptikusabbak is elismerik, hogy a torinói lepel sokkal régebbi a fotográfia feltalálásánál. A
én azt hiszem, hogy itt a titok sokáig titok marad, még most megint kiderült, hogy itt nincs fotózás, meg fényképezés, mert azt még ki se találták, amilyen régi ez a lepel. De ezt, hogy is mondjam csak, tényleg ennyire nehéz a legmodernebb tudományos eszközökkel, vizsgálatokkal, mint ahogy megnézik, hogy milyen idős. Mert éppen te mondtad, hogy kiderült, vagy azt mondják, hogy nem is olyan régi, csak 600 éves. Szóval ma már mindent meg tudunk nagyjából csinálni. Vajon mi a lepel titka? Hát egyelőre ez a lepel egy ilyen megoldhatatlan rejtély elállítja a tudományt, és tényleg a mai technikai berendezésekkel is. Tehát például itt az egyik rejtély, hogy hogyan keletkezhetett akkor egy olyan kép, amely gyakorlatilag egy fénykép negatívja. Hát tehát ez az egyik, amit egy nem értenek. Mint egy hologram. A másik, hogy én is olvastam, hogy amikor 1974-ben az USA-ban is megvizsgálták, akkor meg arra döbbentek rá, hogy a rajta lévő hát, körvonal háromdimenziós. Hát csoda, senki nem csoda. Tudja, hogy hát igen. És itt jön be az, amit itt ugye a dimenziókról beszéltünk, hogy ugye, ha egy olyan univerzumból származott az a benyomás, amely hát mint egy ráégette ezt a képmást a lepelre, amelyben a dimenzió szerkezet más, mint a miénk, na akkor keletkezhetnek ilyen anomáliák. Tehát ebben a lepelben téridő anomáliák vannak gyakorlatilag, háromdimenziós a lepel, és azt is bizonyítottnak tartják, hogy nincs ráfestve, tehát igen. Ez biztos, hogy nem festés. Hát azt ki lehetne mutatni rögtön. Azt ki lehetne mutatni, valamint még azt is bebizonyították, hogy nincs benne az anyagban, hanem mintegy fölötte lebeg, de ezt nem tudják igazából megfogni, hogy hogyan. Benne, bocsánat, az anyagban, mintegy az anyagban lebegne. Tehát igen. Itt két dolog van, a vitának az egyik fel az az, hogy mennyi idős, és akkor erre jönnek, és most egyébként egyáltalán nem így néz ki, hogy te elmondod, hogy már bocsánat, nem neked mondok ellent, hanem az információnak, hogy egyáltalán nem tudják ilyen biztosan megmondani. Jön egy csoport, azt mondja, hogy mi megtaláltunk, megnéztük, ilyen polleneket, ilyen valamiket találtunk, és azt mondja, hogy ez 600 évvel, a másik meg azt mondja, hogy ez ugyan 2000 évvel ezelőtt, mert végigkövethető az egészek a történelme a másik, pedig nem tudják elképzelni, hogy ez a bizonyos lenyomat hogy került oda rá. De ez senkit nem érdekel igazából. Mostában nem is nagyon foglalkoznak, nagyon vigyáznak rá, nagy egyre rosszabb állapotban van. Ezt akartam épp mondani. Egyre rosszabb állapotban van, hogy a diamanta 74-ben még elvitték az Egyesült Államokban, mert ott voltak a megfelelő technikai eszközök, hogy megvizsgálják, de azóta nem adják ki, tehát azóta semmilyen vizsgálat nem lehetséges, de nem tudják. Idáig jutottak el, hogy valami, mintha bele lenne égve, vagy benne ott lenne, mint hogy a rostok között ott lenne valami, valóban egy a diafogalmazat ilyen három dimenzióban ott lenne. Igen. De nem tudják megmagyarázni. És akkor ilyenkor megint jön az a félelmetes dolog, hogy és akkor ennyiben maradtunk. Mert itt végre tényleg egy olyan dolog volt, hogy tudomány és hitnek itt össze kellett volna kapcsolódni, és akkor azt hogy nem tudjuk. De akkor valamit kéne mondani, nyilatkozni rá, de a tudomány nem nyilatkozhat ilyet, annyiszor elmondtuk. Hát a tudós nem mondhatja azt, hogy kérem szépen, hát ez tényleg egy csoda. És mi meg tévedtünk évszázadokon keresztül. Mi meg tévedtünk, és igen, ezt nem mondhatjuk ki, ezt nem mondhatja ki egy tudós, ez nincs benne a szótárában ilyen kifejezés, és nem is lehetne, mert gyakorlatilag az egész tudomány találásnál, mert akkor utána, amit sok-sok ilyen példát, amit a Dia már felsorolt, akkor azokat elkezdenik elhúzni, és akkor gyerekek, ezt is nézzétek meg, ezt is vizsgáljátok meg, erről is mondjatok véleményt, és akkor lenne egy gázhelyzet. Persze, egyébként foglalkoznak vele, mindjárt csak egyetlen, mostanában is lehet látni, az interneten nagyon sok helyen, nagyon sokan próbálják kitalálni, megfejteni pontosan, és nem csak a lepel, hanem más, nem tudom milyen bizonyítékoknak nevezett dolgok alapján, hogy nézhetett ki Jézus Krisztus, és akkor megjelenik, hogy így nézhetett ki, és akkor egy olyan, mint egy rendőrségi fantomkép ott van, hogy vajon, na most mire alapozzák azok, akik ezeket, megjelentetik, ez megint, ahogy mondta, ilyen vulgármarasság? Erre egy valami skocai tudósoport csinált egy ilyet, és az borzasztó illúzió romboló volt, mert egy tipikus közel-keleti zsidó arcot mutatott, ráadásul nem is hosszú, tehát nem ilyen vágy. Fekete hajjal. Fekete, hát természetes fekete haj volt. Hozzá kell tenni, hogy az idealizált ábrázolások mindig hosszú szürke hajjal ábrázolják, de ez nem, ez egy rövidhajú, fekete göndörhajú arc volt. Utána már tovább mentek, itt a bejátszásokban láttuk a múlt adásban, hogy ott már egy hosszú hajú volt, de itt sem szürke hajú volt, tehát fekete hajú volt értelemszerűen, mert ott, abban a régióban viszonylag kevés szürke hajú zsidó volt, tehát mondhatnám, hogy nulla volt a számuk, tehát nem igazán fordultak elő, de ebbe is mondom, nagyon nagy, és amikor megszületik ez, akkor egy, jaj, ez most ezt rosszul állapították meg, de nem is csak az, Gabi, nem csak az, hogy milyen haja volt,
Hát az is kérdés, hogy volt-e. Nem csak ott kezdődik a dolog, hanem onnan kezdődik, hogy a volt-e egyáltalán létezette, uh-huh. vagy csak több ilyen történelmi szerepből összegyúrták. Tehát ez sokkal összetettebb. Ellenben, hogyha valakinek elment volna a szem elől, a lepel szerint milyen volt? Hát a lepel szerint egyértelműen egy hosszúkás arcú emberről van szó. Antropológusok is vizsgálták a leplet, tehát egy olyan magas, kb. 180-185 cm-es vékony testalkatú. Hát miután egy méter se volt a lepel szélessége. Igen, keskeny a lepel, tehát tényleg azt mondták, hogy egy karcsú, magas, inkább sovány, de fejlett izomzatú, tehát azért egészségesen jól izmos, fiatal férfi, 30 év körüli férfi lenyomata van a leplen. Az antropológusok egyébként azt állapították meg, hogy hosszúkás arcú, hosszú, finom orrú, vékony szájú, szép nagy szeme volt, amit még szintén mondanak, hogy a haja az feltehetőleg olyan középbarna, sötét szőke, dióbarna, gesztenyebarna lehetett, nem fekete, de nem is aranyszőke, általában ezt mondják, és hát az antropológusok többsége egyébként azt mondta, hogy valamilyen kaukazoid embertípusba tartozhatott, tehát a leplen egy olyan férfi van, aki leginkább tényleg így a közel-keletnek az ókori civilizációihoz kapcsolódhat, tehát valamilyen iráni, vagy kaukázusi, vagy perzsa típust állapítottak meg. Aha. A másik, ami ezzel kapcsolatban még szintén nagyon érdekes, hogy hát ugye a szemén érmék voltak. Tehát érméket helyeztek, tehát a temetés során érméket helyeztek a szemére, ami meg azért érdekes, mert hát ugye ilyen, tehát ez a zsidó temetési hagyományban nem ott szerepel. Nincs, de máshol igen. Máshol viszont szerepel, ez viszont meg egyértelműen arra utal, hogy Jézus, már pedig hát nyilvánvalóan őróla van szó, valamilyen a héber hagyományon kívüli kultuszhoz tartozhatott, uh-huh. ahol szerepelt ilyen temetkezés, hogy a szemekre érmét helyeznek. Uh-huh. Hát maga a kor meghatározás is végül is az érmék segítségével történt meg, mert az érméket azonosították, és megtalálták rajta azokat a betűket, amelyek Tiberius császár nevét a monogramjait, illetve hát a Tiberio Caesaros szóból 3-4 betű található meg, és így rekonstruálni lehetett, hogy valóban Tiberius császár idején történt a temetés. Na most akkor folytassuk a csodavárást és a csodákat, és ezt csak azért mondom, mert menjünk el a csodakirályságba, vagy a csodák fővárosába. Hát akkor tulajdonképpen nem csoda, mondhatjuk, hogy egy most is élő idős asszony elmondta a csodát, amit átélt. Igen. Na vajon erre mit mondanak azok, akik hiszik vagy nem hiszik? Itt ez megint a hitereje, bocsánat, ez a hitereje, ez megint az a hitereje. Aki elmegy oda, és megint kapcsolódva ahhoz, amit a Dia mondott, meg az előző bejátszáshoz, amiben az egyik bejátszásban szintén szerepelt, ő elmegy oda, és olyan mélyen hisz benne, hogy ez a bizonyos hit, ez tényleg fiziológiai folyamatokat indít el a testében. Én nem ezt vitatom, ez rendben van, ezt meg is beszéltük. De ez csak az alapja. Igen, tehát, de hogy azért... neki vajon elhiszik-e? Hát neki kénytelenek elhinni, mert neki papírja van róla, tehát itt az elejére visszamenve, hogy amikor azt mondja, hogy ő tanulmányoz 50 esetet egy évben, tehát gyakorlatilag minden esetre van, a kutatónak van egy teljes hete, ő átnézi ezeket, és konzultálnak. Tehát ez úgy képzeld el, hogy egy nagyon-nagyon komoly testület. Persze. Elmegy, megkérdezek professzorokat, azt mondják, hogy professzor úr, ez valóban? És azt mondja, hogy mit tudom én, volt neki egy ekkora daganat, és megnézi a következő felvételt két nap a később, és nincs ott. Na de... Erre semmi más sem tud mondani az orvos, hogy csoda, nem fog más mondani hozzá szakvéleményt, vagy valami, és a legrosszabb, bocsánat, a legrosszabb, és amivel mindig mi ilyen témákkal fogunk ezek a műsorban, hogy bár elkezd már foglalkozni az orvostudomány ezzel, de nem kezdi el vizsgálni annak, hogyha ezzel ilyen fantasztikus eredményt lehet elérni, akkor miért nem ezerrel ebbe az irányba indulunk el? Na látod, ez bujkált egy kicsit álkérdést, álkérdést mondtam, hogy miért, hogy íme ez kézzelfogható bizonyítéknak számít, és akkor miért nem, itt előztél meg, hogy akkor miért nem indulnak neki, hanem még mindig azt mondják, hogy hát 10 000-ből vagy 5 millióból van. Ilyen. Na miért nem? Hogy miért veszik véletlenszerűségnek? Hiszen ebben egy akkora lehetőség lenne tovább kutatni,
megfejteni, kiterjeszteni másokra is, hogy többé ez ne kivételesen fordulhasson elő, megérteni a mechanizmust, hogy az ilyen úgynevezett spontán gyógyulások esetében mi történhetett. És nem nézik meg, és nem mennek utána, mert visszakapcsolódunk oda, hogy ez alapjaiban rengetné meg azt a paradigmát, azt a világképet, amire jelenleg a nyugati civilizáció felépül, ez a materializmus, az anyagelvű világkép. A csodák elfogadása tudományos szinten kizárja a materialista világképet, lerombolná. Erre a paradigma váltásra a tudósok nagy többsége még egyszerűen nem készült. Na most a másik, itt a csodás gyógyulásról van szó, de én hát legalábbis olvastam sokszor olyat, hogy, és ez is csoda számba megy, hogy van az öngyulladás, az, amikor saját magától kigyullad az embernek a teste, és nem azért, mert ráült a spalhertra. És ezt se vizsgálják ezt semmit. Ezt se vizsgálják, pedig ez is egy annyira fantasztikus. És mellette, ráadásul mellette minden épségben maradt, tehát nem odafér csak ő, sem, mert nem úgy néz ki, hogy leég az egész ház, igen, hanem ő szegény elég a szószoros értelmében, horrorisztikus képek vannak, hogy a két lábából mit tudom én, ekkora darab maradt meg, viszont sehol máshol nincsenek égésnyomok, tehát a mellette levő bútorok, a szőnyeg, a minden, az minden épségben maradt, tehát ebben megint ez a fantasztikus, de visszautalva az előre, hogy én vagy az előzőre, hogy én nagyon-nagyon sajnálom, hogy tényleg, hogy ezt nem csodának kéne tekinteni. Uh-huh. Tehát maga, hogy ha nem tetszik nekik ez a csoda meret, hogy ha már ilyen materiális világ van, akkor igenis, onnan világban, utána hanem menni. Akkor ne hívja csodának, hanem hívja rendkívüli valaminek, de akkor erre menjen rá, hogy azt a módszert, hogy találjunk egy módszert, uh-huh, hogyha bárki, és ezzel, és tényleg erről van szó, uh-huh, bármilyen betegséget meg lehetne gyógyítani. Bármilyen betegséget, igen, olyan, amit most teljesen gyógyíthatatlan betegségnek nevezünk, ami a tudomány mai állása szerint semmifajta módszer nem létezik. Ezek szerint mégis van rá, de nem arra mennek rá, és még egy utalás, hogy igen, igazából itt megint előjön a pénz, az üzlet, az hát üzleti érdek, a gyógyszergyárak, igen, tehát sokkal egyszerűbb neki több millió forint értékű kemioterápiás szert, meg mindenfajta gyógyszert megvetetni az államon, mert szerencsére de ez igen, a TB igen fizeti, mint az, hogy kitalálni ilyen módszert, ami ennél ezerszer könnyebb lenne, és ezerszer hatékonyabb. Csak igen, röviden, nagyon röviden, a kutatásaid során, hiszen azért te visszamész néhány ezer, tízezer évet a múltba is, találkoztál ilyesfajta dologgal, amit csodának nevezhetnénk, nem tudom, mondjuk a görögöknél vagy a rómaiaknál. Mindenkor tudod, mire mindenkor gondolok? Amikor beteszi a tűzbe a kezét. Például, mekkora téma ez is. Bizony, például Mucius Cévola. Ha belegondolunk, ugye a nézőkedvére azért mondjuk el az esetet, igen, a történetet, hogy mi a lényege. Ugye Mucius Cévolát elfogta az ellenség, ő egy római katona volt, és az etruszkokkal volt éppen egy háború, és amikor az etruszk király elé vezették Mucius Cévolát, akkor ő vallatta, kérdezgette, hogy kik voltak a társai, mit akarnak, stb. És hát a római makacsul hallgatott, és akkor elkezdte ugye a király fenyegetni, hogy jól van, majd megoldódik a nyelved, ha tűzzel fogunk, igen, hallatni. És ekkor Mucius Cévola a jobb kezét az oltár égő lángjába beletartotta, és csak égette, és égette, mint egy mutatván, hogy ennyire érdemes őt tűzzel vallatni, mert úgyse fog ettől ő elárulni senkit. És itt van egy nagyon szép dolog, hogy azt mondta hozzá latinul, hogy corpus vilest, is qui gloriam magnam vident. Ezt utána mondta, amikor azt mondják, a döbbent király, ő maga ellökte onnan Múciuszt, hogy mi ez, hogy csinálhatod ezt, és utána megkérdezte tőle, hogy hogy csináltad ezt. Erre mondta ezt latinul ezt a választ, ami? Amely azt jelenti, mert a test értéktelen, vagy más szóval vile ezt, silány annak, aki csak a dicsőséget látja. Igen. Ez a válasz, ez valahol a lényeget mondja, mert az anyag engedelmeskedett a szellememnek, ami a dicsőséget látta. Igen. Tehát ez a megfejtés, amit Mucius mondott. Ezért is jutott eszembe az előbb. Na most a másik, jó példa hogy, volt egyébként hogy, ez a Mucius. Hogy, mert itt az elején meg a múltkor már emlegettük, szóval itt van stigmák egyáltalán, de most nézzük meg így az utolsó összeállításban, hogy vajon vannak-e, vagy kik azok, akik akár a mai napig, vagy akár meddig ismét átélik Jézus szenvedéseit. A stigma fogalma meglehetősen érdekes kérdéskör, ha távolabbról szemléljük és a jelenséget egészében nézzük. Leginkább valamiféle varázslatnak, olcsó trükknek tűnik, a féle show business-szerű álcsodának, mely egyáltalán nem meggyőző.
Misztikus beszámolók emberekről, akik újraélték Krisztus szenvedéseit, már a középkor óta ismeretesek. Azóta, hogy egy híres igehirdető az olaszországi Assisiben 1224-ben megkapta stigmáját. A híres bazilika oltára alatt található az első és legnevezetesebb stigmatizált sírja. Assisi Szent Ferenc nyughelye, melyet szerzetesek őriznek és imádnak generációk hosszú sora óta. A történet szerint Szent Ferenc éppen 40 napos húsvéti böltjét tartotta, amikor látomása támadt. Egy tüzes alakot látott, melynek szárnyait keresztre szegezték, és melynek sebeiből vérszínű sugarak áradtak. Az alak Jézus volt. A tűzből és vérből álló sugarak átlyukasztották Ferenc kezeit, lábait és oldalát. Amikor felébredt, Krisztus jelei már beleégtek a bőrébe. Szent Ferenc óta több mint 300 stigmatizált esetre derült fény. A szenvedőknek mintegy 20%-át kanonizálta a katolikus egyház. A leghíresebb stigmatizáltak közé tartozik Sienai Szent Katalin, Avilai Szent Teréz és a német apáca Anne-Katrine Emmerich, akinek a látomásai szolgáltak Mel Gibson Passió című filmjének alapjául. A csoda sorozat a 20. században is folytatódott olyan drámai esetekkel, mint például Teréze Naimané, akinek lábain és kezein közel 40 éven át minden pénteken vérzősebek jelentek meg. A képek tanúságai szerint vért is könnyezett sírás közben. Ha a stigmák valóban isteni jelenségek, egy kérdés akkor is nyitva marad. Miért róná ki Isten ezt a szenvedési formát egyes általa kiválasztott személyekre? Ezzel alapvető fontosságú kérdéshez érkeztünk, amely mindig foglalkoztatta a keresztény gondolkodókat. Krisztus megfeszítésének katolikus hagyományaink szerint hatalmas megváltó ereje van. Ez a megváltás forrása. Krisztus átformálta, átlényegítette a szenvedést, és a szenvedésnek ez az átalakulása a stigmatizált személy esetében is megvalósul. Szenvedés az emberiség felé árasztott jóság forrásává magasztosul. For humanity. Itt a műsor vége lassan, kedves nézők, de természetesen nem maradnak játékkérdés nélkül, de mielőtt még ezt föltenném, azért egy picit elevenítsd vissza legalább egy percben azt, hogy hogy is jelentek meg, vagy kin is jelentek meg a stigmák. Egyáltalán Szent Ferenc hogy került ide? Assisi Szent Ferenc volt az első, akinél hát a legendák szerint megjelentek a stigmák. Tehát ő a történelem első úgymond bizonyítottan stigmatizált személye, aki olyannyira áhítattal kívánt egyéválni a megváltóval, hogy a testén ott jelentek meg a sebek, ugye, ahol a megváltó passiója nyomán is keletkeztek, tehát a homlokán a töviskoszorú, a szögek nyoma, korbácsütések nyoma, illetve a lándzsadöfés nyoma az oldalán, és Szent Ferenc életében valahányszor áhítattal imádkozott, mindig megkapta ezeket a bélyegeket a testére. Tehát ő tulajdonképpen a középkor első bizonyíthatóan stigmatizált szentje. De hát rajta kívül még későbbiekben, ugye hát ő a 12. század végén született, 13. században élt, tehát 1100-as évek végén, és hát rajta kívül később valóban, ahogyan a bejátszás is említette, Avilai Szent Teréz és más szenteknél is, és mindig megfigyelhető egyébként a stigmáknál, nyilvánvaló itt a kapcsolat a tudatállapottal, megint csak ez, amiről beszéltünk, igen, hogy itt az elmerezgései befolyásolják az anyagot, annyira egyé akar válni Jézus, hogy a gondolataiban, ahogy elképzeli a megváltó szenvedését, a passiót, a tudata rányomja a bélyeget a testre, és a test engedelmeskedik. Újabb bizonyíték a materializmus ellen. Igen, na most a másik, hogy lehet, hogy vért könnyezik, vagy vércsír. Most ebbe a képbe hogy tartozhat, feltételes módban mondom direkt, például az, amiről filmet csináltak, sok mindent, most nem játékfilmre gondolok, hanem forgattak, a könnyező Madonna, meg hogy megjelennek, mit tudom én, vércsepek, de ez most képeken, szobrokon, ez igen, hogy van? Ez ugye meg már egy másik kör, mert hát ugye, itt ugye nem élő testre van ezért, szó, persze, meg ugye nem önszuggesztióról, meg hát ugye elvileg halott anyagról, szobrokról. Igen. És mégis megvizsgálták a könnyező Madonnák, és a szirakúzai könnyező Madonnának például a könnyét, és azt mondták, hogy azonosíthatóan ugyanazokat a fehérjéket tartalmazó szabályos emberi könny, ahogyan a vérnél is csalásnak a
közelében nem lehet járni, az esélyét is kizárták, már csak azért, mert az ilyen szobrok nem is üregesek, nem is lehet bennük elrejteni. Ja, hogy beletesznek valamit. Tehát nem lehetett beletenni semmit. Hát itt is az volt, rendőrök vizsgálták, hatóságok vizsgálták, orvosok vizsgálták, magasrangú papok vizsgálták, és azt mondták, hogy kész. Ez csoda, nem lehet vele mit tenni. Vagy a guadalupai szűznek ugye a köpenye, ott is. Tehát nem lehetett mit tenni. Ezeknél a csodatípusoknál, tehát a környező madonnáknál, én itt azt mondanám, ez megint csak szubjektív véleményem szerintem, hogy megint valamilyen egy másik valóság, vagy egy másik univerzum, és a mi világunk, összetalálkozásának a határán keletkezik. Abban a bizonyos csomópontban. Abban a bizonyos csomópontban, és hogy ez miért nem mondjuk a szoba bármelyik területe, és miért egy szentnek az ábrázolása, miért egy Madonna szobor, ott meg bejön az, hogy hát a vallás, a misztérium, akár a keresztény misztérium, az lehetőséget nyit valószínűleg ilyen más világokból érkező információk fogadására. Köszönöm szépen, Dia! Mindenféleképpen már is mutatom a nyereményt. Januári szám, hihetetlen, fél éves előfizetés. Hát itt is van például egy olyan, hogy gyógyító gabonakörök, a messiás eljövetele, és beszélő virágok. Ilyenről is lehet többek között olvasni. Fél év, és a hihetetlen, a magyarság 20.000 éves története. Külön szám immár a harmadik rész, és akkor természetesen a megszokott helyre, a hihetetlen tv.kukac, hihetetlenmagazin.hu-ra kell küldeni, bocsánat, lehet küldeni a megfejtéseket, és a következőkben pedig arra a kérdésre kell válaszolni, hogy kin jelentek meg először a stigmák a 12. században, még jó, hogy Dia említette a századot is. Mielőtt még a végszót mondanád, a következő kérdés adásban az eltérítésekkel fogunk foglalkozni, és megnézzük, hogy kik állhattak ennek hátterében, földönkívüliek, az emberek, vagy ne adj Isten, erről jutott eszembe, amit mondtál, a kettő ötvözete, az emberek is, meg a földönkívüliek is. Aki viszont a premier adást, tehát péntek este 9-kor nem látta, megnézheti. Megnézheti a YouTube-on, illetve itt most már egy kérdőjel kéne, megnézheti egy részét a YouTube-on, a többit azokon az alternatív forrásokat, ami a Facebook oldalunkon, feltüntetjük a linkjét, hogy hol tudják megnézni. Ezeken az oldalokon egyébként a műsorhoz kapcsolódó szöveg, kép és videóanyagokat is találnak, és ne feledjék, a jövő héten, január 8-án sorsolunk az előző 4 hétnek az adásainak a nyerteseit. Még egyszer köszönjük, Dia, gyere máskor is. Önöknek, kedves nézők, megtisztelő figyelmüket, és ahogy említettem, találkozunk a szokott időben ismét. Addig is minden jót, sok szerencsét ebben az új esztendőben is, a viszontlátásra, a viszonthallásra. Viszontlátásra. Viszontlátásra. A műsor együttműködő partnere a Hihetetlen magazin. Karanténbolygó. Akár természetes eredetű a vírus, akár mesterséges, akár véletlenül szabadult el, akár tudatosan terjesztették el, ez most hihetetlenül kapóra jött az elit számára, hogy ennek örve alatt minden pokoli tervüket megvalósítsák. Amerikai vírus, halálos sugárzás, sárga veszedelem, migráció és ragályok, túl sokan vagyunk, maszk, vagy szájkosár, a terrorizmus és a pandémia, a milliárdos járványpápa. Engedelmeskedsz, vagy meghalsz? Az Omikron variáns lehet a megváltónk? Elérhetjük végre a globális nyájimmunitást? Mindenről és még sok más izgalmas, érdekes dologról olvashatnak a Hihetetlen magazin külön számában. Kapható az újságárusoknál.